látta, hogy forog körbe, a laboratóriumban 24 óránként meg tudják határozni, hogy azon a területen milyen pollenek, milyen, mekkora számban voltak jelen. Gál Zoltánné a Tolna megyei kormányhivatal közegészségügyi járványügyi szakügyintézője éppen azt mutatja, miként működik a székház tetejére kihelyezett pollencsapda. Magas koncentrációban van jelen a levegőben a csallán pollenje, az egyéb nyári füvek lassan elvirágoznak. A penészgombák spóraszáma nagyon magas koncentrációban van jelen a levegőben, elsősorban az Alternaria cladosporium. Nyilván ez köszönhető az elmúlt hetek hőségeinek, és közben, hogy nagy mennyiségű csapadék is esett le, tehát a meleg és a párás környezet kedvezett a penészgombák elszaporodásának. Most már lassan elkezdődik a parlagfű virágzása. A megszokottnál kicsit később, augusztus elején indulhat el a parlag fűvirágzása. Akkor már a tüneteket okozó koncentrációt is elérheti a levegőben. A szakember azt mondja, az allergiát okozó növény elsősorban nem művelt területeken fejlődik, így úgy védekezhetünk ellene, ha például virágos kiskertet alakítunk ki, vagy virágzás előtt kikapáljuk, lekaszáljuk a területünkön. Gál Zoltánné azt mondja, a szezon erősségét nagyban befolyásolja az augusztus és szeptember hónapok időjárása. Hűvösebb, csapadékos augusztusokban, szeptemberi hetekben nem éri el, vagy néhány nap van, csak amikor nagyon magas koncentráció van, viszont amikor meleg, kicsit nedves, kicsit száraz az időjárás, viszonylag változékony, de elég meleg, és akár októberben is, ugye a vénasszonyoknál is meleg van, akár október végéig, november elejéig nagyon magas koncentrációt is elérhet a parlagfű mennyisége. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékeny allergiások kezdjék el a megfelelő gyógyszerek szedését. Magyarországon jelenleg közel 3 millióan allergiások valamely növény pollenjére.